A mai videóban azt nézzük meg, hogy mi okozza a merevséget az izmokban, a vállban, a nyaknál. Szeretettel köszöntök mindenkit! A vállmerevség, a nyaknál lévő merevség, vagy bárhol máshol a testben a gyulladások miatt van. 10-15 évvel ezelőtt nekem is állandóan be volt merevedve a vállam, a nyakam, sokat jártam masszörhöz, később megértettem az okokat. A legtöbb gyulladás a magas inzulinszint miatt van, ami a napi folyamatos étkezések és a sok szénhidrát következtében emelkedik meg hosszú távon. Tehát ha enyhíteni akarunk a merevségen, az első lényeges lépés a gabonaételek, a rizs, a burgonya, a cukor, az édességek, a szénhidrát bevitel csökkentése és az átállás a napi 2, max. 3 étkezésre nasizás nélkül. Az egyik legagresszívebb gyulladásnövelő a szintetikus vas, ami megtalálható gabonapelyhekben, vastartalmú étrendkiegészítőkben és italokban is. A legkirályabb multivitaminokban is ott van a szintetikus vas, ráadásul nagy mennyiségben. A vassal dúsított ételeket, italokat célszerű teljesen elkerülni, egyszerűen azért, mert a testünk nem tudja rendesen hasznosítani, és nehezen tud tőle megszabadulni, főként a férfiak szervezete. A káliumot, a nátriumot, a magnéziumot a testünk nagyon könnyen tudja üríteni, ha sok van belőle, a vasat viszont nagyon nehezen. A következő ilyen ásványi anyag, ami ugyancsak nagyon nehezen ürül, és szintén az izom és izület merevség forrása, a kálcium. A kálcium legfőképpen azért okoz izommerevséget, mert lerakódik a látszövetekben, és ennek legfőbb oka az alacsony K2 vitamin szint. A D-vitamin mozgatja a kálciumot, a K2 pedig azt határozza meg, hogy hova kerüljön. Ugye a csontokban, a fogakban lenne a kálcium helye, de ha kevés a K2, a kálcium rossz helyre rakódik le, például az izmokba. A kálcium miatti merevséget nagyban a magas kálciumtartalmú vizek is okozzák, amelyek szervetlen kálciumot tartalmaznak, lényegében követ, ami szinte egyáltalán nem tud hasznosulni a testünkben. A K2 sok szempontból fontosabb, mint a D-vitamin, mert a D-vitamint tavasszal, nyáron, ősszel pótolni tudjuk azzal, hogy kint vagyunk a napon, a szabadban. Viszont a K2-t csak ételekkel, és nagyon kevés ételben fordul elő. Jó hazai K2 források a májételek, kacsaliba, marhamáj, a tojássárgája és a látsajtoknak a többsége. Ha készítményekkel pótoljuk, érdemes olyat választani, amiben MK7-es K2 van, és van K1 is mellette. A mennyiségektől nem kell félni, simán mehet pár héten át dupla vagy tripla adag is, ahhoz képest, ami rá van írva a termékre. A gabona és magolajok, azaz a magas omega-6 tartalmú olajok, mint a napraforgó, a repce, a kukoricaolaj, még a cukornál is erőteljesebb gyulladás okozó. Főzésnél, sütésnél helyettesíthetjük őket például vajjal, kókuszolajjal, mangalica zsírral, olívaolajjal, avokádóolajjal. A szervezetünkben van egy természetes egyensúly az omega-3 és az omega-6 zsírsavak között, ami ha felborul, gyulladások jelentkeznek, a gyulladások pedig az izmok merevedésével járnak. Ha hosszú távon sok gabona és magolajat fogyasztunk, így lényegesen nagyobb mennyiséget viszünk be az omega-6-ból, felborul ez az egyensúly. Az omega-6 zsírsavakat kiegyensúlyozhatjuk azzal is, hogy omega-3-at fogyasztunk rendszeresen, ami leginkább hal és egyéb tengeri ételeket jelent. Pótolhatjuk az omega-3-at halolajjal is, viszont itt kiemelten fontos, hogy jó minőségű terméket szedjünk. Őszintén szólva, ismerve a hazai piacot, jó minőségű omega-3 tartalmú terméket 7-8 ezer forint alatt nem igazán lehet találni. A halolaj készítményekben alapból kell legyen valamilyen természetes antioxidáns, hogy az olaj ne avasodjon idővel, például olívaolaj, rozmarin kivonat, vagy ott van a krillolaj, amiben természetes módon jelen van az egyik legerősebb antioxidáns, az astaxantin. És végül láthatjuk az eddigiekből, hogy a merevség kialakulása nagyban a zsírokkal, zsírsavakkal, zsírban oldódó vitaminokkal kapcsolatos. Ugye növényi olajok, K2 és D3, ezek ugye zsírban oldódó vitaminok, az omega-3, az omega-6 is, ugye zsírsavak, zsírok. A zsírok és a zsírban oldódó vitaminok hasznosulásában a főszereplő az epehólyag. Így ha valami miatt kevés az epesavunk, például eltávolítják az epehólyagot,
vagy nem termelődik elegendő epesav a májban, romolhat a zsírok hasznosulása, így végeredményben epesav problémából is eredhet az izom merevség. Gyakran az történik, hogy az epesav nem áramlik rendesen a májból át az epehólyagba, és ez okozza a problémát. Az epe probléma egyik gyakori tünete, itt a jobb bordaív alatti rendszeres merevség és fájdalom. A megoldás ebben az esetben az epesav tartalmú készítmények rendszeres szedése, itt ajánlom a figyelmetbe a galmet termékeket. Hosszú távon célszerű a májat is rendszeresen támogatni, mivel a máj termeli az epesavat, és a zsírok, a zsírban oldódó vitaminok feldolgozásában is főszerepe van. Jó tesznek a májnak a keresztes világú zöldségek, a máriatövis, a flavonoidok, a mikroalgák, a fokhagyma, a kolin, a tojás, az articsóka, a kurkumin és a böjtölés többek között. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!